297. Semmi sem tántorítja el a napközis gyermekeket a matematika példák megoldásától. Az intézmény egyik igazgatóhelyettese szerint ugyanis a téli szünet után minden diák megjelent az iskolában, így betegség miatt senkinek sem kellett otthon maradnia. Igen. Sebők Istvánné azt mondja, ilyenkor a pedagógusok kiemelt figyelmet fordítanak a betegségek megelőzésére. Elsősorban a tisztálkodás, kézmosás, sokszor vagyunk kint a szabadidőn, az udvaron, tehát a tiszta levegőn, mindenféleképpen felhívjuk a figyelmet, hogyha köhögnek, tüszögnek, tehát mik az általános szabályok, ugye, hogy ezt hogyan kell. A kistérségben háromszorosára nőtt az influenza-szerű megbetegedések száma, de a tiszti orvos szerint ez nem ad okot az aggodalomra. Dr. Lencsés Gyöngyi azt mondja, jelentősen megemelkedett ugyan az orvoshoz fordulók száma, de ez az évvégi kismértékű betegforgalomnak tudható be. Az influenza figyelő szolgálat által mért első heti adatok szinte teljesen megegyeznek a december közepén regisztrált mutatókkal. Még egy induló járvány kezdetén is van értelme a védőoltásnak. Ez azt jelenti, hogy ha oltunk valakit, 2 hét szükséges ahhoz, hogy a védettség kialakuljon. A tiszti orvos azt tanácsolja, hogy aki még nem tette meg, az oltassa be magát. Mint mondja, nincs késő, a betegség a vakcinával ugyanis megelőzhető. A veszélyeztetett csoportba tartozók ingyenesen a házi orvosoknál juthatnak az oltóanyaghoz.